Gyengén látó vagyok. A Máv-nál megbüntetett egy kalauz Jogtalanul, oh. Ezért most írtam egy számot, mert panaszlevelet hiába írok, szarnak rá. Akkor most hallgassátok. Törökszentmiklósra utaztam, Zuglóban jegyet váltottam, de a nyugatinál szálltam a vonatra. A kalauz jött és azt mondta: nyugati és Zugló között nincsen jegyet, ezért úgy gondolom. Ne gondolkozz, bassz meg! Inkább azt kimúszódom, változtass egy gyorsan. Előre szóltam, előről kezdem, mindenki értse. A vakigazolványomat a kezemből kitépte, pofátlan módon, azt mondta nekem. Úgy gondolom, ez érvénytelen. Pedig az igazolvány jogosít arra, hogy Budapesten ingyen utazzak. Azt válaszolta nekem erre, hogy majd utána néz, hogy érvényes-e. A vakigazolványomra mondta hamis, neked meg köcsög, jó tudod a szar is. Milyen jogon rágalmazol engem? Tudod mit, köcsög? Nyalt ki a seggem. 5 év múlva jött egy csekk, hogy 17 000-et fizessek be. Jogtalan a büntetés, írtam vissza, majd nyilvánosságra hozza a dédot Krista. Ezt írta nekem a nő erre, hogy amennyi rá van írva a csekkre, annyit fizessek be. Mondtam neki, nem fizetem. Jogtalannak tartom az egészet, én ezzel egyet nem értek. Jogtalanul büntettitek meg az embert, erre a válasz jogosan járt el az ellenőr, mert nem volt jegyem. Erre válaszoltam, de én nem vehettem, mert Budapesten belül ingyen utazok amúgy is. Miért baj az, hogy máshol szálltam fel? Ez az egész ügy a szemembe tüske. Jött a válasz, hogy újra vizsgálták az ügyet, és mégse 17 000 az összeg, hanem csak 10 000-et fizessek be. Mondom, kedves asszonyom, hogy van ez? Hát esküszöm, nem vágom. De ha még egyszer átvizsgálná az ügyet, rájönne, hogy meg se büntethet. De végrehajtókkal fenyegetett, esküszöm, nem értem én ezeket. Honnan veszik a jogot? Honnan veszik az energiát? Honnan veszik a bátorságot? Honnan veszik a... az ötletet, hogy hasraütésszerűen követelnek különböző összegeket. Bezzeg, én jogtalanul orrot nem törhetek. Hová süllyed az ország? Szabad a szabad rablás, ennyi. Cseszki, 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 cseszki. Úgyis győztesnek hozzátok ki magatok, csókosként mindig hiteles a szavatok, pedig a szívetek mélyen tudjátok mégse. Ezért tartotok rosszul minden éjjel, mert a rabló az rosszul alszik, mert egész éjszaka fordolódik már. Magyar állami vasutak az emberekre hárítják a szarukat. Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, csak lefelé szopik, felfele meg nyal. Szar, ez az egész kurva helyzet, ami itt van. Haha, hogy én szívtam, nem. Szívesen adtam a pénzem, remélem, hogy gyógyszerre költötte féreg. Tényleg, legalább ismernétek be, hogy hibásak vagytok, és mindenre szartok. Kamucseket adtok, csaltok, hazudtok. Ha gáz van, akkor a farkatokat behúzzátok, és úgy menekültök, mint egy sunyi nyuszi. Ezt jól megmondtam most nektek, a Bartók Lui-G. Olyan cikket olvastam rólatok a neten, hogy a helyetekbe elsüllyednék benten. Rendben, az ügy részemről lezárva, MAV. Húzzatok a picsába, kamucseket küldesz, 16 000. 2 hét múlva pedig már csak 10 000. Alátámasztani nem tudod semmivel, törvénytelen kamuk vagytok. Mennyivel szebb lenne az élet, ha nem lennétek depisek? Gratula a sok tányér kalapos gecinek. 2008-ban kamu büntetés, 2013 értesítés. Mit csináltatok 5 éven keresztül? Érezzétek magatokat szepetül, én remekül vagyok. Szarom a fejeteken, csak röhögni tudok az ilyen kibaszott gyökereken. Végrehajtok a fenyegettetek, ezért befizettem nektek a kamu csekketeket. A határidő már lejárt régen, amit feltüntettél az e-mailben. Szégyen, te vagy egy szégyen, és szégyeld magad, te faszopó. Kamura büntettek meg engem, a tányér kalapos seggfejek. Mondtam nekik, ezt nem lehet, de leszarták a fejemet. Én meg szarom a tietek, az ördögnek adtátok a szívetek. Kamura büntették meg engem,
a tányérkalapos seggfejek. Mondtam nekik, ez nem lehet, de leszarták a fejemet. Én megszarom a tietek, az ördögnek adtátok a szívetek. Az ördögnek adtátok a szívetek. Az ördögnek adtátok a szívetek.